Nem sikerült megnyerni ezt a mérkőzést az olaszokkal, de téged éltettek itt a szurkolók, nagy közönség kedvenc vagy azért így is. Köszönöm szépen, igazából jó. Elmúlt két meccsemet ugyanígy buktuk el, szóval most már jól lenne egy büntetőset meg is nyerni. Majd most már a következőre összeszedem magam, és akkor most már megnyerjük a következő büntetőset, amikor fontos lesz. De összességében jó volt, én azt gondolom. Szépen fejfejlődtünk az előző mérkőzéshez képest, javítottunk bizonyos hibáinkat, szóval én ennek abszolút örülök. Ahhoz képest, hogy mennyi fiatalunk van, én azt gondolom, hogy mindenki nagyon jól belállt ebbe az elmúlt két mérkőzésbe. Én nem nagyon érzek, nyilván rutinbeli hiány az van, de hát egy 21 évesnél miért ne lenne? Tehát azért nem olyan srácok vannak itt, akik mint a 4-5-6 éve felnőtt ligákban játszanak, azért azok majd szépen jönnek, és majd még azzal együtt majd épülni fog a válogatott, meg a válogatott a csapata. De térjünk egy kicsit bővebben is, hogy tényleg nagyon sok fiatal jött. Mit hoztak ők a válogatotthoz, egy ilyen új lendületet, fiatal, bohókás fiatalságod, vagy hogy látod? Jó tempót, edzéseken jó tempó volt. Igazából biztos vagyok benne a hangulatban is szerepet játszott. Kicsit jó volt, mert mindenki, legalábbis az én részemre pár olyan srácot tudtam beszélgetni, akivel nem nagyon beszélgettem még életem folyamán, szóval jó volt megismerni új arcokat, új srácokat. Én élvezem ezeket a szituációkat igazából, és azt gondolom, hogy nekik is ez egy olyan pluszt adhat, így a szezon közben, hogy igenis még egy fokozattal feljebb kapcsolnak azért, hogy a következő időszakban is be legyenek hívva, itt lehessenek, és jó meccseket játszhassunk együtt. Gyönyörű szép gólt lőttél, visszanézve is parádés volt, mondhatjuk ezt, itt minden volt, lábbal rúgtad a korongot, ütővel cseleztél, te hogy látod ezt a góladat? Hát én igazából úgy érzem, hogy jókor voltam jó helyen, és hát oda pattant, és szerencsém volt, de szép volt, az biztos. És hát lehetett volna több is, mert hogy nagyon sok helyzeted volt, mondhatjuk ezt, az olasz kapus többször is megtornáztatod, és hát két zicserre is volt, melyiket sajnálod jobban, hogy kimaradt ott a második harmadban, vagy itt a végén a hosszabbításban? Igazából a végén a hosszabbításban, mert akkor el lett volna döntve a meccs, és nyertünk volna, de mindkettőt sajnálom, mert mindkettő egy jó helyzet volt, és be kell lőni legközelebb. És összességében hogy látod ezt az olaszok elleni mérkőzést? Szerintem sokkal jobban játszottunk, mint tegnap. Kezd összeállni a csapat, sokkal kevesebbet hibáztunk. A helyzeteinket jobban ki kell használni, és minden rendben lesz. Ugye azért most már folyamatosan a bőkeret tagja vagy. Hogy érzed most így, hogy Dom Mekedem lett a kapitány, és tiszta lappal indul mindenki, mennyire van esélye arra az olyan játékosoknak, akik eddig bőkeret tagok voltak, hogy bizonyítsanak, és esetleg egy olimpiai selejtezőn itthon játszanak majd februárban? A lehetőség mindig megvan, megkapjuk a lehetőséget, élni kell vele igazából, és meglátjuk, mert vannak fiatalok, vannak rutinos veteránok, és meg kell találni, hogy melyik csapat tud a legeffektívebb lenni a olimpiai selejtezőre. Báris Bence egy interjúban azt mondta, hogy most jobb lett a hangulat a válogatottnál, te ezt hogy érzed, van változás? Mindenképpen felszabadultabb a légkör, és mindenki jól érzi magát. Ez érezhető az öltözőben és a jégen kívül is. Jó a hangulat, és mindenki szívesen van itt, úgy érzem. Ugyanezt mondtam én is, pontosan. Abszolút lehet érezni, mindenki felszáll, jobb a kedv, jobb a hangulat, sokat nevetünk, mosolygunk, abszolút jó a hangulat ilyen szempontból, és ez érezhető a jégen is, és a zöldözőben is abszolút. Beszéljünk egy picit rólad, hogy érzed meg a Norvégiában, úgy tudjuk, hogy egészen jól megy a védés, de mennyire tetszik a légkör Norvégia, mennyiben más, mint amit eddig tapasztaltál? Nagyon, nagyon más. Egy pillanat. Nagyon más, de nagyon élvezük. Én is, családom is, szóval minden téren abszolút pozitívokat tudnék beszámolni. Amik vannak negatívak, azok meg olyanok, amit már régebben is elmondtam, hogy nyilván kezelni lehet őket, együtt lehet velük élni, vagy hozzá kell szokni. Szóval nem olyan életbevágóan negatív dolgok. Abszolút élvezzük, jó ott lenni, jó új közegben lenni, egy kicsit másmilyen kultúrával megismerkedni. Tényleg élvezzük minden egyes napot. Miben más egyébként a norvég jégkoronga? A kézisek általában azt szokták mondani, hogy kimennek egy skandináv közegbe, hogy egészen más a mentalitás, egészen más a játékhoz való felfogás, tehát játéknak, szórakozásnak fogják fel. Most azt, hogy kimondtad, egyet tudok ezzel érteni, a hoki részére is levetítve. Ami nagyon szembetűnő nekem az, hogy
nagyon korongbiztosak. Tehát, hogy amikor húzzák, akkor nagyon ott marad az ütőn, erősebb passzok vannak, pontosabb passzok. Nagyon jól használják például, amikor ilyen ugye támadáson nagyon jól használják a hátvédeket ilyen takarásnak, szóval nem csak technikailag, de tudásilag is én azt gondolom, hogy egy szinttel feljebb vannak. És azért ezt én is éreztem az első pár hétben az edzéseken, hogy össze kell kapnom, hogy jobban kellett koncentrálnom, de aztán szépen lassan belejött az ember. Lesz még egy mérkőzés, gondolom megosztjátok itt hármatok között a mérkőzést, tehát valószínű, hogy Vai Ádám véd, de te mit vársz attól a meccstől, gondolom a győzelmed végre? Én azt gondolom, hogy igen, hogyha ezt a játék stílust és harciasságot tudjuk tartani, akkor én azt gondolom, hogy jöhet, bár azért nem lehet elkönyvenni a szlovén ellen. Az, hogy igen, meg fogjuk osztani kérdésre válaszolva. Az, hogy mi lesz, ezt majd mi holnap meglátjuk. Mindenképpen meg szeretném már nyerni végre. Közel voltunk tegnap is, ma is, és egy győzelemmel szeretnénk befejezni a tornát.